meg fog indulni az ára. Ez az én személyes véleményem. Üdvözlök egy mindenkit a Decentralized Finance Hungary mostani videójában. A mai videóban arra beszélni, hogy a Venus.ion hogyan tudtok stakingelni, illetve Miért adtam el 20 bnb t most, azért, hogy Kárdánót vegyek, amit szintén a Binance smart chain-en tettem. Other, safe. Tehát a Pancake Swap-on váltottam át Kárdánóba, amit ugyebár mi a vinuson fogunk ugyanúgy stékelni, azért, hogy a smart chain-nek a volumját is ezáltal támogassuk. Tehát, hogyha vesztek Kárdánót, ajánlom, be azt is, hogy gondoljátok meg, hogy szeretnétek -e azt a Smart chain csinálni. Ugye Metamaskon belül tudjátok majd váltogatni BNB-ről, cardano vagy bármilyen másra a pancakeswap a tokenjeiteket. De mielőtt belemennénk ugye, hogy hogyan tudjuk ezt megcsinálni, tehát hogyan tudunk itt a BNB-t, vagy bármilyen más tokent eladni Cardano-ra, pancakeswap nézzük meg a Venus-t ugye már. Ugye a Venus ról már beszéltünk, hogy itt tudunk pénzt kivenni, mint boró, tehát mint, mint kölcsön, ugye White tokent ami a stablecoin itt a Binance Smart chain belül, és ugye ha megnyitjuk a venus akkor egy ilyen szép letisztult websájtra találjuk munkat szembe. Ugye itt van dashboard, supply market, borrow market és mind repay Y. Most a supply market megnézzük, akkor ugye itt van nekünk a, az eszetek között lent szintén a dot, polkadot, link, die, és ada, tehát kárdánó. Uh, hogyha ezeket szeretnénk stakingelni, akkor ezt itt is meg tudjuk tenni, mondom, 9% re a, az API, ami, ami éves szinten hoz 9%-ot. Ugye kárdánóban iszonyatos nagy potenciált látunk mindannyian, nagyon szeretjük, és uh, itt bizony-bizony meg tudjuk azt csinálni, hogy szaplájolunk. Tehát ugye, mielőtt ezt csináljuk, felmegyünk a Pancake szapra, ide már ugye átköltök a Binance Smart chain lévő tokenjeinket, legyen az BNB, legyen az Y, vagy Kék, vagy bármilyen más Smart Chain token. És ugye én ezt hozzáadtam itt az adát, ezt úgy tudjátok hozzáadni egyébként a Smart Chain-hez, hogyha felmentek a Google-ra, és beírjátok azt, hogy ADA BSC Contract address, és akkor ez ki fogja dobni itt nekünk a BSC -sc scanen a cardano a token contract addressét, ami itt található. Ezt ki tudjátok kopizni, és akkor itt az eszeteknél egy token hozzáadást tudunk csinálni, amivel is az egyéni token beírva ki fogja nekünk jönni, hogy ADA, Cardano, BSC. Jó, én most ilyen tényen azt fogom mondani, hogy ADA, csak szimplán és elmentem, de mivel nekem ez már ide van adva, ezért a token már hozzá lehet adva, ezért nekem ezt most már nem engedi. Ezért én azt mondom, hogy így tudjátok ezt megcsinálni, ezután itt lesznek nektek a kárdánótok. Ezután, ha bemegyünk, ugye, akkor a Vénuszon tudjuk ezt tékelni. Ugye bár itt, mint mutattam a Supply Marketnél, rákatítunk, hogy ADA, és akkor enable, ilyenkor megint kér egy tranzakciós díjat, ugye a Smart Chain, és ezek után mi ide be tudjuk szépen a kis rakni, lekötni, stakingelni, és a kárdánónkat is használva tudunk még kölcsönt kivenni White Ben, amivel még több kárdánot tudunk nyilván kikölcsönözni. Jó? Tehát most van nekünk 4000, mondom, hogy 1000, ezer darab kárdánot fogok ide lekötni. Azt mondja, hogy supply, ugye nyilván megint tranzakciós díj, a metamaskon keresztül, és bizony-bizony ez egy pici idő múlva be fog tölteni, és itt meg fog nekünk jelenni fönt, ugye a párok, Na, ugye itt van a BNB nekünk lekötve, illetve most már a kárdánó is, ugye 999 99 ada mint kollaterál ezt is tudjuk használni, így erre is ki tudunk venni, ha szeretnénk egy úgynevezett kölcsönt venni, ugye white tokenben. Ugye ezt ha megnézzük, hogy most a Venus tölti nekünk azt, hogy ezt mi zálóként le tudjuk rakni, és még több white, amiből bármilyen token tudunk venni, ki tudunk venni akkor ha ezzel meg vagyunk, akkor már csak azt várjuk nyilván, hogy ugye ide bejövünk, akkor most, most enged, engedélyezte nekünk a vínuszok holaterál, de mi most ezt nem akarjuk, igazából ezt visszaklikkeljük, vissza, vissza visszaengedjük, nem szeretnénk erre fölvenni semmiféle ö, kölcsönt, úgymond. Jó, akkor ez most így visszatölti. Addig, amíg ő tölt, megnézzük ugye a cardano az árát. Ugye látjuk, hogy 1 dollár 11. Úgy gondolom, hogy a Cardano is óriási potenciál van, ugyanúgy, mint a top 20 coinban egyébként is, de a döntésemet az ö, bélyegezte meg, hogy én ma átváltsam a pár BMW-t hogy ö, ugye van nekünk ez a hard fork, ami majd fog kijönni március elején, tehát pár nap múlva mindjárt március van, és úgy gondolom, hogy a hype miatt, és egyébként is ebben a coinben én hiszek abszolút, meg fog indulni az ára. Ez az én személyes véleményem. Ugye minden a bitcoin mozgásától fog függeni, de ettől függetlenül mind a cardano mind a chainlink mind a polkadot mind a Binance Coin-ban, az ethereum is hiszek, de úgy látom, hogy ők kicsit még elkéstek ezekkel az technikai újításokkal. Az XRP-t, az xrp meg ne is kérdezzétek, nem, gyűlölöm, nem szeretem. Nem szeretem, jaj, nem, nem. Bitcoin Cash, felsolvasom, nem, ne haragudjatok, nem. Jó, szóval um, adát fogunk stékelni, Vínuszon így kell, nem egy nagyon nagy ördöngőség, tudjátok használni, mint zálog, ki tudtok kölcsönözni még több white, ugye, amit itt tudunk csinálni, és Azáltal a PancakeSwap-on még többet tudtok majd venni, bármilyen tokenből, amit csak szeretnétek, tehát tudtok használni. Ada, bármilyen más, tudom, egy kék. Tehát tudjuk, hogy ez hogy zajlik. Jó, srácok, lányok, nekem ennyi volt már ez a videóm. Reméljük, hogy a Cardano is meg fog ugrani hirtelen. Ugye, hogy a BNB is, úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség most szerintem Cardano-ba beszállni és Venuson stékelni. Ha szeretnétek még ilyen hasonló videókat, akkor nyugodtan hagyjatok kommentet. Köszönöm nektek a figyelmet, és sziasztok!